Adjál neki! Adjál neki! Engem! Következő videóban kicsit csigamánia lesz, meg Nikkari, meg Oleomag BC50, és akkor szőlősort fogunk kaszálni, ilyen disznóparajos, hüves, nem sok mindent fogtok látni belőle, de majd próbálok sok vágóképet csinálni, és akkor hát, ha izgalmasabb lesz. Meglátjuk, hogy mit tud a stiga. Ja. Normális terepen. Hát igen, stigáról nem láttatok videót, ilyen normális kaszálósat, most így sorkaszt nehéz lesz bekameráznom, de megpróbálom azért. Hát vagy szemből, vagy hátulról. Itt a Jánosunk. Hozd már ezt a fűkaszát, mutasd meg. Vagy úgy is fogják látni? Mindegy, de magadat is, ha idehoz, az már akkor jó. Magamat is hozzam ide? Ha. Na, nem kérdez az a kínai kaszát. Szóval itt a három kaszánk, az jó. Mennyire satszoltok, egy hány sor? 60 sor, vagy mennyi? Aha. 15 sor. Durván. Akkor innentől az oszlopi kábé? Na, teljesen a végéig. Egy és akkor egy sort egy, sort egy ember, és na, akkor a tőkének az közelét is megcsináljátok, gondolom. Hát, jaj. És akkor vigyázni kell, szőlőzni is hozzá. Uh-huh. Na jó. Hát akkor megyünk. Ez szokott menni szaporán. Jó. Hát mondom, egy óra másfél. Akkor plusz minusz. Most is annyi lesz. Mi másfél lesz? A videó második részében még otthon vágok nektek én szálas hüvet a kerten. Na, nézzétek meg. Most mit? De hogy kéne ezt elviccelni az elejét? Elbeszélgessünk. Van vicces kéne. Nem tudom. Én sem tudom. Mondtak az én, hogy csak ezt kell levágni most. Csak a szőlőt. Utána elmenni oda fel a bodzába. A hüvéhez. És hogy két hét múlva eljönni. Én is úgy tippeltem, hogy két hét múlva köve. És akkor kell ezt megmondom, lent a szőlő, azt is le kéne vágni, ami lent hozzá három sor. Igen. Na szóval, majd azt akkor, amikor vágni. Főkaszáljunk, indítsunk egyet. Mindenki indítson egyet, az go. Annyi, Peti, neked le kéne venni majd ezt a szoknyát, a sárga. Már megint mi? Ah, megint bele fogok adni mindenbe. Torsz kulcs van? Torsz kulcsos? Mm-hmm. Nekem van? Vagy ez egy csillag kulcsos. Megint úgy jártam. Várjál, van itt valami a szatyorba. Levegyük mindig ezt a szoknya részt, mert akadozós, ezzel nem lehet csak úgy kaszálni, arra rájöttünk. Legalábbis így jobban lehet kaszálni, higgyétek el. Vigyelni kell, hogy ne menjen ki nagyon oda, mi losz cső. Na az a baj, ide nem fog beférni a kis lyukba, de befog. Látod, hogy mire jó az eko? Bombikulcs. Valahogy megbuktam volna az első kanyarra. Egy. Kettő. No. Érdős gyermekeim. Szoknya levébe. Csavar vissza a balaszt. Kész. Na így lesz jó meg. Ez még tisztára úgy néz ki. Nézd meg azt a visszacsapásgátot, mint a tiéd. A izé a Nikkarié, az tiéd. Ez meg a Nikkarié. Tisztára ugyanaz. De miről beszélsz? A visszacsapásgátló. Szoknya? Ez a visszacsapásgátló. Ez stíl? Az a Nikkari, az enyém stíl. Ja, ezt az... Hát hogy ne? Mit? Hát hasonló, csak fekete. Ja. Na ezt lerakom ide, majd nem hagyom. Na, melyiket indítsuk először? Az összes. Thank you.
Hova megy? El! Hova megy? Be, befordul! Hát nyílj! Nyílj már ebben először, hogy lekamerázom! Van még lekamerázom! Jó, megyünk akkor. Pá, pá! Oh.
Verjük egymásra a füvet. Ha lehet, hogy te van hamarabb, ő jött be hamarabb vagy te? Hát én már itt voltam, amikor ő jött. Adjál neki! Adjál neki! Engem! Eridjünk! Beállt vele szembe, vagy hogy ő beállt a sorba, ő meg beállt vele szembe, azért összekedtem. Kifolyott a Damil. Kicsit kaszálok én is, megérezzem milyen érzés. Megnézzük, mennyi az óra most. Annyinél jár. Most járunk 2 óra 56 percnél. Tehát ebbe a fűkaszába annyi van. Most ment az elébe egy 5 percet. 10-et, Damil cseréltük. Miért kifolyott, megtöltöttük.
Sziasztok! Itt a videó végére még egy kicsit az önkormányzatnak a fűvéről is nyírunk. Ott a szőlő közt a sorok közt nem biztos, hogy jól látszott, itt egy kicsit távolabbi területek is lesznek. Stigával megyünk ebben a BC-760B-vel. És ők meg, nem tudom, hogy fognak-e látszódni, ők 490-es fűkaszák ezek a stilek? Igen. Ők meg 490-esen nyírnak, hát majd meglássuk, hogy mennyit. Na, hello! 494-60. Aha, 480 az egy? 460-as. 60-as? Az 490-es, az a 460-as az enyém. Sok különbség van köztük amúgy? Te súly van, erő van. Szóval mentünk a Stigával egy kört, és ha minden igaz, akkor megkértem tőlük, hogy a Stilt is elkérem, ez az FS490-es. Avval is megyünk egy kicsit, jó? Stig az megszokottan jól megy, kényelmes. Hát összességében ez a kasza az egész jó. Erőben a Stig az erősebb lesz, aztán majd jövök a véleménye. Így a végére kaptam több fűkaszát is, tehát a traktorok elmennek, mindjárt mondom. Stigát idehozom magam mellé, ő volt az első, amit kipróbáltam, most kipróbálok egy Stihl FS 490-et, utána egy Nikkari, hát ez Kawasaki motoros T53-as, de valami japán fűkaszát, de nem Nikkari, csak olyasmi, meg lesz egy FS 460-as is, úgyhogy négy fűkaszával is nyílok. Jó lesz így, főnök? Így jó? Jó. FS 490. FS 490, na csak. Most vágok életem belőször vele.
Tessék? Na. Szóval FS490 kényelembe, szerintem azt mondom, a stika is majdnem ilyen jó, tehát ez egy kicsit rezgésmentesebbnek érzem. Itt a teljesítmény azért sokkal jobban pörög a motor. Teljesítményben azért láttátok, mennyivel gyorsabban megyek. Ez nem vont le egyiknek se. Tehát most nem mondom azt, hogy azért rossz az a másik kasza. Na a 490-es az a bika. Na. Jó, menjünk tovább. És miért nézünk? Nézzünk egy Kawasakit? Nem. Megkezdem őket, hogy miért mondanak, mit nézünk. Hát azért ez dupla annyit megy. Hát, hogy avval itt elvókláztam, ezzel meg... És akkor melyiket próbáljam most? A Kawasakit vagy a másikat? Az 460-as a másik. Menjen a 460-as, az utána a másik. Jó. Na. Jön a 460-as stíl. Ilyen se volt még a kezembe. Pörgős. Pörgős gép, nagyon pörgős. Kényelmes is. Tehát érzés ez a 460-as, ez olyan
ez olyan hasonló teljesítménynek gondolom, de azért jobban pörög. Meg ez a lapos dammilfeje sokat számít, hogy szépen lehet csúsztatni a földön. A jó nagy lapos dammilfeje van, úgyhogy 460 is tetszik. Szuper. Jövünk akkor egy Kawasaki motorossal. Maga a gép gyártmányát nem tudom, de Kawasaki motoros az tuti. Olyan hasonló, mint a Nikkari SXD55. Szóval ez egy Kawasaki motoros. Van ellen, mintha Nikkari, de látjátok, ez nem Nikkari. Más a felfogatás. Valami Bluebeard kassa, de Kawasaki. Na mindegy, ezért került. Mert ő is amúgy meglepően jó lesz, majd figyeljétek meg. Én ezt már évek óta mondom mindenkinek. Meglepően jó amúgy. Egy picivel azért. Hát Kawasaki motoros. Jó pörög, ezen is tűz a műfej van. Alapjáraton átnyit kicsit jobban a rezgély. Fordulatom minimális, úgyhogy... Na nézzük, mit tud. Még talán jöztök egy kicsit arrébb. Nagyobb területet lássunk. Hát annyit talán nem is. Hát alapvetően, ugye most a Stiga megy a videóba, de így, hogy pont itt kapóra jöttek ezek a többi kaszák, ezért őket is tudom véleményezni. Hát a 490-estől ugye azt vártam, hogy ő lesz a legjobb, hát az természetes is, legerősebb, legkényelmesebb fújó. És akkor a Stiga 460-as stíl, meg az a Kawasaki motoros gép. Úgy raknám sorba, hogy egy hajszállal a 460-as erősebb, utána a Kawasaki, és utána én a Stiga így érzésre, vagy inkább pörgősségre. De viszont a Stiga, ha lenne egy nagyobb fej, akkor szerintem abban is jobban tudnék szépen lapulni. És
Hát kb. Az áruk, igen, hát mondjuk egy Kawasaki motoros gépek, mindegy, hogy hívják, azok is ilyen 200 környékén szoktak lenni. Most igaz, meg 260 környékén van most jelenleg, de ezen van egy üzemóra számláló, meg fordulatszámmérő. Na, mindegy. Maga a motor felépítése az elvileg kicsit hajaz a 460-ra. Majd ezt megnézzük. Na, mit akartam mondani? Tehát a Kawasaki motoros is olyan 460 érzés. Majdnem. Rezgésben egy minimális alatt van, azért csak van egy tokozás a 460-ason. De jó. Most akkor a videó maradék részében én már csak a Stigával fogok menni. És akkor hát remélem, hogy kicsit átadtam nektek a fűkaszállás élményből. Na, hát köszönöm a gép kipróbálást. Na, milyen a Nitkari? Jó, hát én nekem érzésre úgy van, hogy a 460-as meg a Nitkari az erőbe kb. Fej-fej, de azért kényelemben a 460-as az egy okozása van, egy minimálisra próbált ki rezgéscsillapítást érezni, hogy finomabban üzél. De majdnem azt mondom, minimális, csak észrevetlen. De érdemes kipróbálni. A 490 az meg erőbe lepörgi az összest, egyértelmű. Hát a Stiga az meg olyan kényelmes volt, de nem is akarok menni. Mit tudom, működik az nem is. Nem is akarok menni az. Na, melyiket veszed meg? Hát a 490-est. Igen? Erősebb, mi? Hát jobban lepörög. A 460 meg a Nikkari az hasonló erőben, de minimális, ahogy van tokozásra, rezgésben finomabb a stíl. De amúgy a 460-nal kb. A Nikkarit odarakom, vagy mi az? Pedig már én megtokoztam ott, de hogy te amúgy mit gondoltál? De 490 erősebb. Erősebb van. Hát a Stiga az meg olyan, na ő az utolsó, akárhogy nézzük, mert erőben nem forog olyat. Meg a fej kicsi. Igen, tehát a fej nem olyan nagy, azt akkor na, nem tudok olyan szépen lapolni. Hát a 490-sel így mentem, a 460-nál így, ám azzal meg itt bóklászok majd figyelni. De jó, az mindegyik kaptul csak. Erősebb, de drágább is. Hát igen, mert mondjuk az a stíl az, van 500 ezer, 4. Azért most látszik, hogy a... Figyeljétek csak! Ez a Stiga kormány. Ez a Stíl kormány. Ott ezeken a ezéken látszik, hogy itt hasonló a másolás. Ez a 460-as, jó mondom? 490, ez a 460. Nézd meg ezt, kicsit másabb a burkolat, de amúgy meg berántóilag. Hát ezek hasonlóak. Ennek a 460-asnak egy kicsit gyérebb. Ja. És amúgy a maga a konzol is, ez is ilyen félcsattos. Ennek a Stinnek, a 490-nek is, 460-nak is, tehát annak a Kawasakinak, annak másabb. Tehát itt a Stiga meg a Stilek közt van hasonlóság. A burkolat lent nem. Lent azért nem. Meg az a nagy fej, az tényleg jó búner is. Jó, hát ennek van fordulatszámmérője, látjátok, meg üzemóra számlálója. Szivató ugye. Itt oldalt van a szivató, fent a pöcökje. Itt fent a pöcök oldalta izé. Gomb. Itt is. Pöcök. Na. Hát ennek meg így, ennek alulva.
ugye, mikor jöttem erre fel jobb oldalt, akkor még a Damil nem volt annyira kiengedve, akkor jó megy, tehát ez is érzésen, szóval ez a 4.60 környék, akkor ezek ilyen, ez a 2,5 ló erő környéke, lehet 4.90 meg 3, tehát úgy, hát nem azt mondom, hogy nem is különbség köztük, de hasonló kaliberek ezek a 2,5 lóerős, 2,7 lóerős kaszák. Na, amúgy a Damilt visszafelé kicsit megkoppintottam, jobban kiengedtem, akkor már azért fogta a füvet, tehát ez jobban észreveszi azért, ha kiengedem a Damilt, ugye nincs rajta kés, stílnél sem volt fent, én úgy gondolom, az annyira nem vette észre, nem engedte a fordulatot. Na, menjünk tovább. Kérre, nézzünk egy indítást így. Nekem így elég volt, bemutattam a gépeket, többit meghagyom nekik, úgyhogy mindenkinek további szép napot, és akkor itt volt a Stigamania videó. Nagyon vagány, fordulatszámérős, kattints a videó alá valahova. Mit beszélek? Ne a videók alá kattints! Menjetek kaszálni, kicsit kaszálgassatok. Ja. És most kitaláltam, a videókban el fogom mondani azt, hogy akinek van kedve kipróbálni a fűkaszákat, egy pár kasza mindig van nálam, ha időpontot jegyeztetünk, akkor legyen az, hogy havonta egyszer adok egy lehetőséget, és akkor több ember összen kipróbáljuk, itt a környéken mindig van fű. Úgyhogy most ilyesmi van, hogy Villagerstiga, Echo 420 SRM, akkor 36-10-es Echo, ilyesmit ki lehet próbálni, ha valakit érdekel, akkor írjon nekem egy e-mailt az info@peterlancfuress.hu-ra, és találok rá egy időpontot.